ez a könyv eleve azért született meg, hogy a mi látásmódunkból, a mi narratívánkból ismertessük Kárpátalja történetét. Az 1944-től 2022-ig, mikor ezt a gondolatot megfogalmaztuk, akkor még nem volt háború. Azért fogalmaztuk meg, mert azt tapasztaltuk, hogy a mi gondolataink, a mi narratívánk, a mi látásmódunk nem jut el Nyugat-Európába, és szükséges, hogy megismerjék ezt is, hisz akinek nagyobb az eszköze, lehetősége, az többet tud. Ő abban meg tudja a saját érveit alátámasztva mutatni a világnak. Na most mi is ezt akartuk, és ezért mi mindenhova elvisszük ezt a lehetőséget. Most egyre inkább aktuális, hogy a döntéshozók is, vagy hozzájuk is eljusson az, hogy a kárpátaljai magyarság hogyan látja a saját helyzetét, és mindez nem meseként, hanem történelmi dokumentumok és tények alátámasztásával. És azért hoztuk el ide is, és visszük oda, ahova még hívnak, hogy ez minél szélesebb körben ismerté váljon. Ez a rendezvény 9 éve zajlik, és most először kaptunk erre meghívást, mint vendégközösség, és mint vendégközösség úgy gondoltuk, hogy be kell mutatni Kárpátalját, mert a hírekből érdekes információk jönnek le, és sokan, ha összelakják a mozaikot, nem azt a Kárpátalját látják, amit mi megélünk. És most azért jöttünk, hogy az általunk megért Kárpátalja közelebb kerüljön a Magyarországon élő magyarokhoz, meg azokhoz a közösségekhez, akik erre a fesztiválra eljönnek.